Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Toborozzák a dolgozókat. Az Airbus felnőtt képzésre 34 szakmával bíró Békés megyeit vettek fel. Újabb programot indítottak. Gazdagodott a gyulai turisztikai non-profit Kft. Kínálata. Változatos a nyári évad. Elek Tibor sikeresnek értékelte a Shakespeare Fesztivált. Támad a fúrólégy. Ha nem figyelünk, ezek a rovarok tönkretehetik a diótermést. Egy új fertőzött Békésben. Már csak 87 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Már elkezdődött a leendő dolgozók toborzása a gyulán épülő Airbus gyárba. 20 mérnököt már alkalmaztak, ők elvégezték a németországi tréninget. A felnőtt képzésre 34 olyan Békés megyei embert vettek fel, akik rendelkeznek valamilyen szakmával, közülük 14-en gyulaiak. Az építkezés a terveknek megfelelően halad. Várhatóan 2022 közepén elkezdődhet majd benne a gyártás. Ez a nap híre. Tervezett ütemben halad a Magyar Honvédség 16 Airbus helikopterének gyártása. A járművek leszállítása 2023-ban kezdődhet. Nyilatkozta a napokban az MTI-nek Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Épül a gyár, és elkezdődött már a leendő dolgozóknak a toborzása. Görgényi Ernő kiemelte, Máger Andrea, a nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter létrehozott egy projektkoordinációs bizottságot, amelynek tagjai lettek az Airbus, illetve a különféle állami szervek képviselői, valamint Gyula polgármestere. Havonta tartanak legalább egyszer egy online bizottsági ülést, ahol minden érintett beszámol arról, hogy az ő felelősségi körébe eső feladatokat miként végezte el. Ezek alapján mondhatom, legutóbbi június 28-án volt bizottságülés, hogy az építkezés, a gyár építése a terveknek megfelelően halad, nincsen csúszás, nincsen késedelem, nincsenek műszaki problémák, ezért várható időben fog befejeződni, és időben el tud benne kezdődni a munka. A dolgozóknak a toborzása is elkezdődött, mérnököket körülbelül 20-at már fölvettek, akik már németországi tréningen is részt vettek, és a felnőtt képzésre már legutóbbi információim szerint 34 olyan békésmegyei embert fölvettek, akik rendelkeznek valamilyen szakmával. Közülük 14-en gyulai lakosok, 10-en békéscsabaiak, többiek pedig a megye más részeiről valóak. Görgényi Ernő elmondta, folyamatosan érkeznek az önéletrajzok az állásokra. Kiemelte, a környékről, illetve Gyuláról elszármazott emberek közül is sokan érdeklődnek. Az Airbusnál is a HR igazgató, tehát aki a humánpolitikát fogja majd vezetni, egyébként gyulai úriember. Örömmel tudok arról beszámolni, hogy a termelési igazgató is gyulai, eddig a Tudinál dolgozott vezető beosztásban, és most vissza fog térni a városunkba, és más konkrét személyekről is van tudomásom, akik gyulaiak is visszajönnek ide dolgozni, úgyhogy részben környékbeliek, részben pedig a térségből elszármazott emberek találnak itt majd maguknak kitűnő munkalehetőséget, és így Gyulán tudnak nemzetközi karrierpályát befutni. Az Airbus Helicopters a legmagasabb hozzáadott értékű technológiát hozza a közel 20 hektáros területen 2020. decemberre óta épülő gyulai üzembe. Az összes Airbus helikopter lelkét itt fogják gyártani. Újabb programmal gazdagodik a gyulai turisztikai non-profit Kft. Kínálata. Ez alkalommal egy olyan kerékpáros túrán vehetnek részt az érdeklődők, melyen megelevenedik Gyula középkori történelme. Újabb programmal gazdagodik a gyulai turisztikai non-profit Kft. Kínálata a jövő héttől. Egy újabb tematikus felfedező túrát indít el a gyulai turisztikai Kft. A fürdővárosban. A Gyulára látogató vendégek, turisták mellett a helyi lakosokat is szeretnék megszólítani a szervezők ezzel az új programmal. Az első ilyen kerékpáros túrát július 14-én szerdán 16 óra 30 perckor indítják el. Egy vezetett városfelfedező túra lesz. Péli Tibor helytörténeti szakvezető vezetésével mind a látogatók, mind a helyi lakosok rendelkezésére áll. Elvezet a túra minket az apátsági templomnak az alapköveihez, illetve
a Ferences rendi kolostor romjaihoz. A város megismerése mellett a túra célja, hogy az érdeklődők kimozduljanak a belvárosból. A túra közben elhangzó történetek, legendák során megelevenedik Gyula középkori történelme. A Gyulai Turisztikai Kft. Újabb kerékpárokkal gazdagodott az elmúlt időszakban. Eddig is volt a Gyulai Turinform kínálatában egy kisebb flotta úgynevezett városi kerékpárok. Ezeket továbbra is tartjuk, és bérbe tudjuk adni, kölcsönözni tudjuk a vendégek számára, de beállítottunk a flottába jelen pillanatban 6 darab trekking kerékpárt, amelyek stabilabb túrázásra is alkalmas kerékpárok, és ezeket is tudjuk mostantól kölcsönözni a vendégeknek. Az új kerékpárokkal lehetőség nyílik arra, hogy ne csak a városban, hanem akár Szanazugra, vagy Városerdőre is eltekerjenek a Gyulára látogató vendégek. Változatos nyári évad várja a színház kedvelő közönséget Gyulán. A hétvégén Vas Albert, a Funtinelli boszorkány előadását láthatják a nézők az új színház produkciójában. Sikeres volt az idei Shakespeare Fesztivál. Értékelte a programokat érdeklődésünk le Elek Tibor igazgató. Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezték a középiskolás diákok számára a Shakespeare témához kapcsolódó workshop foglalkozásokat. A programon a diákok átbeszélték szakmai vezető pedagógusok segítségével az előző este látott előadást, és arra a témára épülő játékos drámapedagógiai feladatok várták őket egy héten keresztül. Szakmai szempontból, akik részt vettek rajta, és itt voltak kritikusok, színházi szakemberek mind odáig voltak, hogy milyen fantasztikus, és csak így tovább folytassuk, és már számos kritika is született, és még a elkövetkezendő napokban, hetekben is fognak újabb kritikák születni, évad értékelők. Tehát ilyen szempontból, szakmai szempontból nagyon eredményes volt, sikeres, és a workshopon is voltak középiskolás diákok, egyetemisták, felnőttek, fiatal kritikusok, pályakezdő kritikusok, és a Magyar Shakespeare Bizottság tagjai tartották a beszélgetéseket, meg drámapedagógiai játékok is voltak Dávid Péter tanár úr irányításával, úgyhogy szerintem nagyon jól sikerültek a workshopok. Sokféle előadásra számíthatnak a nézők a Gyulai Várszínház nyári évadában, mely 3 nagy témára épül. Ezek a Shakespeare Fesztivál, az Erdélyi Hét és a Szabó Magda napok. Ezen programok mellett különböző műfajokban lesznek még előadások. Július 10-én, szombaton Vas Albert, a Funtinelli boszorkány című darabot láthatják az új színház színészeinek előadásában a Tószínpadon. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Jánosi Dávid, Lux Ádám és Vicián Ottó látható. Ez egy látványos nagy történelmi darab, és azután is ugye lesznek zenei programjaink, amelyekre már sajnos jegyet se lehet kapni, talán később, most gyűjtjük a várólistát, mert visszamondhatnak, meg még berakhatunk pótszékeket, de a Hotel Mentorra például, és a Gyöngyhövilány bajladájára már nincs is jegyünk, pedig mind a kettő a Tószínpadon lesz. És hát egy kicsit puskáznom kell, mert ugye annyi sokféle dolog van. Lesz itt a kamarateremben egy Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház produkciója az Úr nevében. Ez 18 éven aluljáknak nem ajánljuk, és eleve az alcíme is így hirdető, hogy egy politikailag brutálisan inkorrekt előadás. Ez a migráns helyzetet, a határmenti történeteket dolgozza föl ez az előadás, művészileg nagyon értékes. Vannak olyan zenés előadások, melyekre a nagyszámú érdeklődés miatt már elfogytak a jegyek. Jelenleg várólistát vezettek fel ezekre, és plusz székeket raknak be. Az egyik ilyen előadás a Szarvasi Cervinus Teátrum játéka a Hotel Mentor, melyet július 12-én hétfőn láthat a gyulai közönség. A másik ilyen már teltházas musical darab a Gyöngyhajulány balladája, melyet az Experidence Társulat mutat be július 15-én. Mind a két előadás a Tószínpadon látható. Támad a fúrólégy. Hamarosan rajzanak a dióburok fúrólegyek. A rajzási időszak július végétől október közepéig is tarthat. Ha nem figyelünk oda, ezek a legyek tönkretehetik a dió terméseket. A diónak sok károkozója van.
Nagyon sok betegséggel találkozhatunk egy diófán. Van olyan, amelyik egyik évben, van, amelyik azt követőben jelentkezik. Ezek eddig olyan betegségek voltak, melyek ellen nem kellett védekezni. A dió meg tudta magát védeni jelentősebb termésveszteség nélkül. Ennek a növénynek egy igazi ellensége volt a szárasság. Ez ellen öntözéssel, folyadékpótlással tudunk védekezni. Néhány éve viszont megjelent Magyarországon is az Amerikából behurcolt dióburok fúrólégy, amely komoly károkozásra képes. Elérkeztünk abba az időszakba, amikor megjelenhet ez a betegség. Innestől kezdve kell kirakni a sárga csapdákat, ami alapján tudjuk figyelni, az egy lapocska, amire csalamon anyagot juttatnak, tehát feromon alapot juttatnak, és a sárga szín vonza a különböző rovarokat, és hogyha még ez a csali anyag hasonlít a fajtásainak az illatára, akkor előszeretettel rárepül. Mivel ragacsos, ez beleragad, és ennek alapján tudjuk nézni, hogy mikor van a tömeges rajzás, mikor jelennek meg a lapon tömegesen a betegség, vagy a károsító okozó legyecskék. Amikor már sok fúrólégy megtalálható a ragacsos lapon, akkor kell elkezdeni ellene a védekezést, emelte ki Szűcs Gergely. Egy nagy fának a permetezése mindig kihívást jelent. Ha permetszerrel nem is tudunk védekezni, akkor is vannak olyan praktikák, amellyel meg tudjuk gátolni ezeknek a rovaroknak a szaporodását. Ez az időszak június végétől, július elejétől egészen októberig tarthat. Ha nincs ilyen lapocskánk, a kártevőt úgy vehetjük észre, hogy a dión egy aprócska lyuk keletkezik. A lárva a dió belsejébe nem megy be, csak a külső, zöld burokban rág. Ebben eszi meg a diónak a védelmet nyújtó rétegét, mely utána elszárad, és ezáltal ehetetlenné válik a dió, és lepotyog a fáról. Jövő hét, utána való héttől folyamatosan figyelni kell, ugyanis elkezdenek ezek kirajzolni, ezek a kis legyecskék, megszúrják a diónkat, és a diónak a burkát elkezdik eszegetni, és utána nem lesz diónk. Ebben az időszakban felszívódó rovarölőszerekkel tudunk védekezni ellenük, amit kiskereskedelmi forgalomban meg lehet szerezni, például a Mospilán. Ennek a törzsoltatával minél nagyobb levélfelületet kell lepermetezni, ha lehet, akkor olyan készülékkel, ami a felső leveleket is eléri, és akkor, ha szerencsésen védekezünk, akkor kevesebb lesz a rovarunk. Ezt a tevékenységet meg tudjuk gátolni, ha egy fóliát terítünk a fa alá, vagy összeszedjük a lehullott diókat, így nem fog áttelelni a földben a légy. Pénteken egy új koronavírus fertőzöttet igazoltak Békés megyében. Pénteken egy új esettel 21.940-re emelkedett a Békés megyei koronavírus fertőzöttek tavaly óta regisztrált száma. Országosan 44 új fertőzöttet igazoltak, újabb elhunyt nincs. 87 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5.529.000, közülük 5.145.000-en már a második alagot is megkapták. Az oltásra továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot. Épül a kerékpárút Gyula és Szanazug között. Rövid hírek következnek. Ezek a felvételek idén márciusban készültek. A városházi sajtótájékoztatón azt jelentették be, hogy Gyula 257 millió forintot nyert pályázati forrásból a szanazugi kerékpárút korszerűsítésére. Ezt a 13 milliós önerővel kiegészítve újítják fel a teljes szakaszt. Csütörtök délelőtt ez a látvány fogadta a közlekedőket a Gyula és Szanazug közötti külterületi szakaszon. A gépegyüttes az úgynevezett idegremixes technológiát alkalmazva járja végig a felújítás alatt álló területet. Most tehát az az alap készül el, melyre később az aszfalt réteg kerül. A következő hetekben egy kevésbé látványos időszak következik. Ha minden a tervek szerint alakul, a teljes szakasz tekintve a nyár végére fejeződnek be a munkálatok. Szerdán közösségi oldalán jelentette be Görgényi Ernő gyulai polgármester,
hogy a város sikerrel pályázott a Tiborcz utca felújítására. Azt írta, Kovács József országgyűlési képviselővel az elmúlt években többször próbáltak pénzügyi támogatást szerezni az utca komplex felújítására, ezúttal pedig végre sikerrel is jártak. Erről a Magyar Közlönyben jelent meg kormányhatározat. Ennek 21. pontjában rendelkezik arról a kormány, hogy 1 milliárd 20 millió forint támogatást biztosít Gyulának a Tiborcz utca felújítására. A részletekről a következő hetekben tartanak sajtótájékoztatót. A 18. egyházmegyei nyári ifjúsági tábor egyik helyszíne volt csütörtökön Gyula. Nem ez az első alkalom, amikor az egyhetes rendezvény egyik helyszíne a fürdőváros. Az egyházmegye több mint 20 településéről érkezett diákok a nap folyamán többek között az Almási kastélyt és a Gyulai várat tekintették meg. A tábor célja az élmény, a találkozás és az egyházmegyei identitás megerősítése. A közel 60 diák különböző iskolából, plébániáról érkezett. Az egy hét alatt a fiatalok a közös programok, beszélgetések kapcsán nem csak megnyílnak, hanem közös élményeket élnek át, kapcsolódnak az egyházmegyéhez, és így kialakul bennük egy szeged családi identitás. A gyulai eseményen egy olyan szentet mutattak be a fiataloknak, aki szeretett kirándulni. Az egyhetes tábor 5. napján pénteken lelki napot tartanak, az este folyamán pedig egy ifjúsági imaes lesz Domaszék Zöldfáson. Ebben az évben 21. alkalommal rendezik meg Gyulán a virágosítási és környezetszépítési versenyt. 5 különféle kategóriában lehet jelentkezni. Ezek a virágos előkert, a virágos balkon és ablak, a ház előtti virágos közterület, a virágos intézmény és a virágos vendéglátóhely. A jelentkezési határidőt meghosszabbították. Július 13-áig várják a nevezéseket. A versenyzők értékes nyereményeket, virágvásárlási utalványt és egy faragó ágota által készített kerámiát nyerhetnek. Ebben az évben 2 civil szervezet is csatlakozott ehhez a rendezvényhez. A Hagyományőrző Gazda és Kertbarátkör a legszebb belterületi kertet díjazza, míg a Gyulai Gazda Polgári Egyesület a legszebb külterületi kertet jutalmazza külön díjjal. A verseny célja, hogy nyilvánosságot és elismerést adjanak azon gyulai polgároknak, civil közösségeknek és vállalkozásoknak, akik közérdekű munkával szebbé, virágosabbá teszik közvetlen környezetüket. Országosan 55 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 5 beteg. 72 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5.524.000, közülük 5.126.000-en már a második adagot is megkapták. Átlag feletti hozammal vágják a repcét. Lapszemle következik. Egyre többen vesznek klímát. A légkondicionáló berendezések egyre elfogadottabbak, mondhatni alapvető felszerelése lett a lakásoknak, írta a Beol. Aki most kap észbe, az heteket várhat a klíma beszerelésére, sőt előfordulhat, hogy a karbantartást már nem is tudják elvállalni a klímaszerelők. Habsburg Ottó szellemében az ábrahámi vallások béketeremtő szerepére mutattak rá Pannonhalmán, írta a Magyar Kurír. Habsburg Ottó halálának 10. évfordulóján rendeztek minikonferenciát a keresztény, az iszlám és a zsidó vallás egy-egy jeles képviselőinek részvételével. Folyamatos a szúnyoggyérítés. Idén már 3 alkalommal végeztek földi kémiai szúnyoggyérítést Békésen. A Békési Újság azt írta, hogy egy alkalommal a Békés megyei katasztrófa védelmi igazgatóság, 2 alkalommal pedig a helyi önkormányzat gyérítette a rovarokat. Átlag feletti hozammal vágják Orosházán a repcét. Az aratás a legnagyobb próbatételek egyike a gazdák számára, mert egyszerre kell több növénytermését betakarítani, írta az Orosz Káfé. Még szinte be sem fejezték az árpa aratását, de már a derekán járnak a jó hozamot ígérő repce betakarításának. Hidegfronti hatás érvényesül a következő napokban. Nagy lehűlésre azért persze nem érdemes számítani. A hétvégén akár viharos időben záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Szombaton a napos időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 21,
és 33 fok között alakul. Vasárnap felhős és napos időszakok váltják egymást. A hőmérséklet 20 és 31 fok között alakul. Lássuk még egyszer mai híreinket. Toborozzák a dolgozókat. Az Airbus felnőtt képzésre 34 szakmával bíró Békés-megyeit vettek fel. Újabb programot indítottak. Gazdagodott a gyulai turisztikai non-profit Kft. Kínálata. Változatos a nyári évad. Elek Tibor sikeresnek értékelte a Shakespeare Fesztivált. Támad a fúró légy. Ha nem figyelünk, ezek a rovarok tönkretehetik a diótermést. Egy új fertőzött Békésben. Már csak 87 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!